Csütörtökön délután a Városháza dísztermében tartott fórumot Benkő Tibor, honvédelmi miniszter, aki a kalocsai légvédelmi katonák hagyományőrző körének meghívására látogatott el városunkba. Az előadás kezdetén az Egyesület elnöke Kovács György köszöntötte ünnepi gondolataival a megjelenteket, majd Benkő Tibor, honvédelmi miniszter tájékoztatta a hallgatóságot, többek között az Zrínyi 2026 programról. Mindenek előtt arról van szó, amit ön is említett, a Magyar Honvédség egy rendkívül nagy fejlesztés előtt áll, egy honvédelmi haderőfejlesztési programot valósítunk meg, amely kettő részből áll, a honvédelmi programból, amelynek középpontjában tulajdonképpen az ember, a katona található, és a katonát körbevevő és körülvevő, mondjam úgy, hogy környezet, feltételrendszer, oktatás, képzés, akkor azon túlmenően az őt körülvelő társadalom, hiszen a Magyar Honvédség is a társadalomból építkezik, az ő életpályamodelljéről szól a történet, az önkéntes tartalékos katonai szolgálatról, a katonai képzésen túl a honvédelmi ismeretek oktatásáról. A program másik része a haderőt fejlesztés, amely a technikai eszközök beszerzését foglalja magába. Kalocsa, mint katonaváros, korábban nagy szerepet játszott a honvédelem terén. Ennek apropójából megkérdeztük Benkő Tibor minisztert, városunk esetleges szerepéről a honvédelem stratégiai vonalán. Én úgy gondolom, hogy Kalocsa, azért ha Kalocsa katona történelmét megnézzük, 13 katonai szervezet volt itt a történelem folyamán Kalocsán, és azért Kalocsán itt találhatóak azon katonák, akik ezen katonai szervezeteknél szolgáltak korábban, és gondolom, hogy ők ugyanúgy elhivatottak a honvédelem ügye iránt, a honvédelem fejlesztése iránt, hiszen egy katona ember szíve mindig is a honvédelmi kérdésekben elkötelezett, elhivatott, hiszen mi mindenkor az ország lakosságára, az ország biztonságának megvédésére, szavatolására tettünk esküt. Tehát ilyen értelemben tudom ezt mondani. A honvédelmi miniszter kiemelte, mennyire fontos is a hazafias honvédelmi nevelés és a civil területen az oktatás. Legfőképpen azért, hogy a fiatalok megismerjék hazánk történelmét és múltját. És érezzék azt, hogy mi magyar állampolgárok igenis elhivatottak, elkötelezettek kell, hogy legyünk a hazánk ügye iránt, hiszen a történelem azt mutatja, hogy voltak elődeink, voltak őseink, és voltak hőseink, akik Magyarország számára egy értéket teremtettek. Így vannak értékeink, vannak szeretteink, van hazánk, amit óvnunk és védenünk kell. A fórumról készült hosszabb összeállításunkat megtekinthetik október 16-ai Mindennapjaink című műsorunkban.